Hazaérkeztek a London közelében a múlt hónapban a halálkamionban holtan talált utolsó vietnámi áldozatok holttestei is. Anna Bui Thi Nung koporsója azon 23 között van, amelyek szombaton érkeztek Hanoi repülőterére. A lány tragédiába torkolló hosszú utazásának első állomása Oroszország volt, onnan átjutott Lettországba, onnan Litvániába, Lengyelországba, Németországba, majd végül Belgiumba. Azt remélte, hogy a hosszú út végén újra találkozhat barátjával, aki már eljutott Nagy-Britanniába. A család elmondta, hogy egy közeli rizsföldre temetik a lányt vasárnap. Összesen 39 fiatal vietnámi vesztette életét abban a kamionban, amelyben Angliába csempészték őket egy belgiumi kikötőből októberben.